Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, egy újabb karriertippel. Nos, elhatároztam, hogy indítok egy sorozatot ezen a csatornán, ami a leggyakrabban előforduló állásinterjú kérdéseket, azok hátterét, mögöttes tartalmát és az ezekre adott ideális válaszokat járja majd körül magyar és angol nyelven. Úgyhogy akkor is lesznek majd kész megoldások a kezedben, hogyha egy angol nyelvű állásinterjúra készülsz, vagy éppen külföldön kell megállnod a helyed. Úgyhogy ha érdekel téged ez a téma, az állásinterjú felkészülés, akkor iratkozz fel erre a csatornára. És legelsőnek azt egy olyan kérdést választottam, ami minden interjún előkerül valamilyen formában, és amit minden pályázó gyűlöl, teljesen érthető okokból, ugye ez a kérdés, a mik a gyengességei, vagy melyek a gyengességei. Természetesen érthető ez az ellenszem, hiszen ki szeret a gyengességeiről beszélni akkor, amikor egy vadidegen ember előtt ül, és éppen azért küzd, hogy a legjobb színben tüntesse fel magát, és megszerezzen egy hőn áhított állást. Úgyhogy, amikor felteszem ezt a kérdést, akkor azt látom, hogy a legtöbben teljesen rossz választ adnak ezekre a személyes konzultációkon. Tehát leggyakrabban valamilyen erősséget akarnak gyengeségként eladni. Például azt szokták mondani ilyenkor, hogy túl precíz vagyok, vagy túl sokat törődöm a beosztottaimmal, vagy éppen azt mondják, hogy munkamániás vagyok, és túl sok időt töltök bent a cégnél. Na most, mi ezzel a probléma? Elképzelhető, hogy ez mind igaz, és te valóban egy munkamániás ember vagy, aki él-hal a kollégák és a beosztottak jólétéért, de az a probléma ezzel, hogy az új helyen téged nem ismernek. Tehát ezekkel a válaszokkal egy nagyképű emberbenyomását keltheted, vagy egyszerűen azt fogják gondolni, hogy az egész egy hazugság. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ehelyett csinálj valami mást, nézzünk néhány ideális választ erre a kérdésre. Az első és legfontosabb szempont. Válasz olyan gyengességet, ami nem létfontosságú a munkához. Mit jelent ez? Mindenkinek vannak gyengességei, neked is, nekem is, rossz tulajdonságai. Tehát nagyon fontos, hogy olyan képet alakíts ki magadról már az interjú elején, tehát az első bemutatkozásnál, mint aki egy reális, objektív ember, és aki teljesen tisztában van a rossz tulajdonságaival, és természetesen a jó tulajdonságaival, majd egy későbbi videóban ezekről is fogunk beszélni. De természetesen az sem jó, hogyha saját magad alatt vágod a fát, tehát csináld a következőt. Nézd meg, hogy az álláskiírásban pontosan mik az elvárások. Ez ugye szépen le lesz írva egy listába. Tehát az a gyengesség, amit említesz, legyen teljesen független ettől a listától. Legyen ez egy valós rossz tulajdonság, vagy egy valós gyengesség, de semmiképpen ne szerepeljen az álláskiírásban. Tehát ha például te egy könyvelői, vagy könyvvizsgálói, vagy pénzügyes állásra jelentkezel, akkor megemlítheted, hogy nem tartod elég hatékonynak a prezentációs készségedet, mert zavar, hogyha tömeg előtt vagy sok ember előtt kell beszélned. Kettes számú szempont. Mutasd be, hogyan dolgozol azon, hogy fejlődj ezen a területen. Oké, ugye az előbb beszéltük meg, hogy válaszsz egy gyengességet, tehát megemlítesz egy gyengességet az állásinterjún. De ezzel ugye még egyáltalán nincsen vége a dolognak. Az, hogy tisztában vagy a gyengességeddel, az egy dolog, de azt is be kell mutatnod, hogy nem nyugszol bele ebbe a helyzetbe, tehát változtatni akarsz ezen, és
folyamatosan dolgozol azon, hogy fejlődj ezen a területen. Tehát még egyszer mondom, ez nagyon fontos. Nem nyugszol bele a gyengességbe, és folyamatosan dolgozol azon, hogy fejlődj. Mit lehet ilyenkor mondani még? Ugye az egyik örökzöld téma például az angol nyelv ismerete. Tehát, hogyha az angol nyelv ismerete nem létfontosságú a pozíció elnyeréséhez, tehát ha te nem angolos idegenvezetőnek, tolmácsnak, vagy nem egy multinacionális céghez akarsz jelentkezni, akkor elmondhatod, hogy nem tartod megfelelőnek az angol nyelvtudásodat, de éppen ezért egy ideje magántanárhoz jársz hetente kétszer, vagy egy nyelviskolába jársz hetente kétszer. Ettől még ugye nem fogsz a jövő hétre anyanyelvi szinten kommunikálni angolul, de a HRS láthatja, hogy ismered a gyengességedet, tisztában vagy vele, és hajlandó vagy dolgozni a kijavításán, és erre hajlandó vagy pénzt, időt és energiát áldozni. És ahogy a videó elején említettem, most ugye átbeszéltük a legfontosabb válaszadási alapelveket, nézzünk meg néhány mintaválaszt magyarul és aztán angol nyelven erre a kérdésre. Tehát melyek a gyengeségei? Korábban szerettem kizárólag egy feladattal foglalkozni. Nem nyúltam máshoz, amíg nem készültem el vele, ezért néha elcsúsztam a határidőkkel. De mára megtanultam, hogy leírom az összes feladatot, amit el kell végeznem, és a határidők alapján priorizálom őket. És ugyanez a válasz angolul. I used to have a lot of trouble with multitasking because I have difficulty staying organized. However, I have been working to improve upon this by writing down what tasks I need to accomplish and then prioritizing them by their deadline. Következő válasz. Először magyarul. Úgy érzem, nehezen jövök ki az emberekkel. Habár jó csapatjátékos vagyok, néha megbántom a kollégákat a kritikáimmal. Dolgozom azon, hogy türelmesebb legyek, és próbálok jobban odafigyelni, amikor visszajelzést adok. És akkor ugyanez angolul. I feel that my people skills can be stronger. Though I'm a good team player, I sometimes make mistake of giving too strong feedback to my colleagues. I'm working on it by understanding my colleagues' feelings and being more patient, and then giving feedback. Harmadik válasz. Zavarban vagyok, amikor sok ember előtt kell beszélnem. Azt tervezem, hogy elvégzek egy prezentációs tréninget, hogy legyőzzem ezt az érzést. Sometimes I feel shy speaking in front of a large group of people. I'm planning to take presentation skills to overcome this weakness. Nos, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, és tudsz majd belőle profitálni. Ha így van, akkor még egyszer iratkozz fel erre a csatornára, és arra is szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!